Ha valaki kételkedik a klímaváltozásba, ezt megmutatnám, 2023. november 7-e van délután 4 óra. Ezt most szedtem az Ipoly parton, láthatjuk teljesen zöld és virágzik. Lénárt István vagyok, anyai nagyapám volt gazdálkodó, én örököltem a géneket, gyerekkoromban a gazdálkodni szerettem volna. Ehhez kerestünk területet, és itt találtuk meg, ezt a területet kárpotlásba kaptuk. Dunakanyarban vagyunk, a Börzsöny-hegység lábánál, Szokolya nevezőző falunak a fensékján. Tehát mi biogazdálkodunk, vagy inkább úgy mondanám, hogy hagyományosan, tehát vegyszer, gyomírtott műtrágyát soha nem használtunk. Az ország szinte minden tájegységéről építettem építményeket, és ez nem véletlen volt. Azért építettem az eredetibe, vagy rajz, vagy fénykép alapján ezeket, hogy tudjam, hogy ezek hogyan működtek. Ezek mind kivétel nélkül olyan anyagokból épültek, amit szinte helyben megtalálható. Főként ugye földépítészetről beszélek, a nádból, szalmából, szénából, mindenféléből építettünk. Tehát amit a parasztember a kezek között talált, abból építkezett. Én is ezt tettem. Amit a hátam mögött látható, ez egy széldaráló, tehát ez nem malom, hanem daráló. Ha jár valaki ópusztaszeren, ott láthatja az eredetét, arról másoltuk le. Az övéké nem működik, ez viszont az egyetlen, ami működőképes, hogyha fölvitorlázom és fúj a szél, akkor bármikor be tudom indítani. Föltették a kérdést, hogy ezt miért nem tanítjuk embereknek, és akkor először csak iskolás óvodás csoportok érkeztek, később aztán felnőttek is jöttek hozzá, aztán megnyitottuk a parasztiskolánkat, ez már 10 évvel ezelőtt. Olyan emberek jöttek hozzánk, akik nap mint nap számítógéppel dolgoztak, de azt mondták, hogy ha lezárják mondjuk a villanyt vagy az internetet, onnantól nekik végük, úgyhogy jöttek és gyűjtötték a tudást. Akkor ide jöttünk először, a lovaknak hasigért a fű 25 évvel ezelőtt, és hát ez minden évben egyre is kevesebb és kevesebb lett, és hát azt hittük, hogy mi csinálunk valamit rosszul, aztán néztük a szomszédét, hát az övé se volt semmivel se jobb, úgyhogy rá kellett, hogy jöjjünk sajnos, hogy az a klímaváltozás ez elég erősen érint minket, akkor csak kiröhögtek minket, amikor ezt mondtuk, mi már akkor tapasztaltuk, hiszen kevesebb takarmányunk termet, kevesebbet tudtunk legeltetni, viszont az állatainak egyre több vízre is volt szüksége. Legutoljára ezt a területet sikerült föltörnünk, jól meg is trágyáztuk, és beleraktuk a kukoricát, elvetettük. Aratás környékén, hát ilyen körülbelül mellmagasságig ért a kukoricám, és hát mekkora csövecskék is voltak rajta. És hát a Krisna-völgyből jártak nálunk tanulni, és akkor mondták a többször is, hogy menjünk már, nézzük már, náluk 200 km az egész, nem egy nagy különbség, nézzük már meg, hogy mi a különbség. És egyszer adott rá alkalom, elmentünk, ugyanazon a napon, amikor nekem ekkor volt a kukoricám, oda mentünk, és a 3 méteres kukoricán 3 ilyen cső állt kifelé, és ilyen vastag volt a szára neki, és zöld volt, haragos zöld minden. Itt nálunk ugye duzzadt oljak van, ami azt jelenti, hogy ha nedvességet kap, akkor megdagad, mikor még szárasság van, akkor összezsugorodik. Volt itt egy juhász bácsi, legetette a nyájat, és a juhász kampon támaszkodott, és azt mondta, hogy belenyomta a juhász kampóját a földbe, azt mondta, nem merem elengedni, nem biztos, hogy kibírom venni. Tehát szó szerint a kezemet be tudtam tenni a repedésbe, ahol meg volt kapálva a kukorica, ott egyszerűen megnyílt a föld, és olyan repedések voltak, hogy kiszállította akár 1,5-2 méter mélyen is az egészet. Tehát ez az utolsó döfés volt, ez a kukoricás dolog, és így került Somogy megye, hogy költözünk oda, és egy Tengőd nevezetű kis faluba költöztünk át most már 5 évvel ezelőtt. A vendégeknek szoktam mondani viccesen, hogy én vagyok az első klímamenekült Magyarországon. Édesanyám egy bölcsasszony volt, és mindig mondta, hogy fiam, minket azért tartanak hülyenek, mert mindig egy lépéssel az átlag gondolkodása előtt, vagy egy tyúk lépéssel. Csak az a baj, utána utolérnek minket, aztán mi megint előre vagyunk, ezért mindig hülyének tekinteni minket. Érzem, hogy nehezen tudtam feldolgozni azt, hogy itt a 20 év munkáját, amit beleraktunk ezekbe, szívemet, lelkemet, ezt itt kellett, hogy hagyjam, és egy új helyen újra kell kezdeni. De ilyen újrakezdő típus vagyok, úgyhogy most újra kezdtük ott is. Tengőd Somogy megyében van, Siófoktól 27 kilométerre. Ide vezethető vissza végül is, hogy miért jöttünk ide, mert itt nagyon jó a talaj. Tehát a vályog talaja lehető legjobb, mert ez tudja a legtöbb nedvességet magába tárolni, és ez be is tudja inni, és amikor szüksége van rá, akkor vissza is tudja szívni a kapilláris hatás révén. Szokolyán sajnos túlnyomó részben agyagunk volt, tehát nem tudta megtartani a talaj nedvességet. Ugyanúgy gazdálkodni szerettünk volna, mint ahogy Szokolyán is, csak itt nem tudunk területet szerezni sajnos, úgyhogy most összesen van 1,5 hektárunk darabokba itt a falu.
klubba. Igazándiból most magából a gazdálkodásból így nem tudunk megélni, így aztán kicsit átértünk a saras részére erről a dologra, úgyhogy jelenleg most járom az országot, és főként abból élek, hogy tanítom a vályogkészítést, és főként a tapasztást. Amikor ide költöztünk, Tamásiba itt van nem messze tőlünk, álltam, a nagy templomot akkor újították föl, és néztem, hogy a támfala körbe több ezer vagy több millió, nem tudom mennyi téglából lett fölépítve, plusz a templomba, és számolgattam, hogy ennyi téglához mennyi energia kellett, hogy ezt kiégessük. Hát rájöttem, az erdők nagy részét elfüstölték sajnos a téglákkal. Nem kell kiégessük a téglát, mert van több technika is rá, például itt ez a préselés, illetve van a hagyományos vályog technika, amikor keverve van ugyanez az anyag, teljesen megteszik, több száz évig kibírják a házak, nedvességet nem szabad, hogy kapjon. Mi a vályogháznak a lényege, legyen rajta rendesen kalap, meg csizma, tehát alulról ne állzon föl, meg fölülről ne állzon el. Hát durván ilyen két lapát főd. Megy bele. Miért is jó vályogházban lakni? Mert hogy ez az anyag, ami a legtöbb vízpárát képes magába tárolni. És megállapították, hogy ez a legélhetőbb, ami a legtöbb vízpárát tárolja magába. Magasan messze minden építőanyag fölött van. Kezdenek rájönni az emberek, hogy nagyon jó építőanyag, nagyon jó tárolja a hőt, pufferolja, nem csak a hőt, hanem a párát is. Ez nem nádból van, hanem rozsból van. Ez ilyen félig meddig ilyen saját találmány, és ezt próbáljuk most tovább turbózni egy kicsit, hogy ezzel fogunk szigetelni. Ugyanúgy rá lehet tapasztalni a saját tapasztalásokat. Háromféle tapasztalóanyagom van. Van ez a durvázó, amit mi brutalisztnak nevezünk, a barátom nevezte el, mert hogy azt mondta, hogy a brutális mennyiségű szálasanyagot teszek bele. Szálasanyag ez tulajdonképpen olyan, mint a vasbetonba a betonvas, ettől lesz ilyen tartós, mint külön-külön egyik sem. Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a vályogtégla készítéssel, hát ugye, hogy ezt árulható legyen, illetve házba beépíthető legyen, ezért minősítési szabványosítani kellett volna ezt a téglát. El is vittem az Émibe annak idején, de nem foglalkoztak a dologgal, hiába mondtam, hogy kifizetem, azt mondták, hogy ez egy korszerűtlen építőanyag, és ne is foglalkozzak a dologgal. Ezért csak foglalkoztam tovább, és a szentendrei kanzernak gyártottam téglát a kékfestő üzemhöz. És hát gondoltam, hogy ők is fogják érni a papírt, aztán kijött a muzeológus, megfogta a téglát, hát a mögé dobta, nem tört össze, jöhet. Meg volt a minőség ellenőrzés. 5. éve költöztünk át most már ide Somogy megyébe, Tengődre, hiszen sokkal jobb a talaj, sokkal jobb a klíma, de mégsem tudom javasolni ezt senkinek, hogy ugyanezt tegye, amit mi teszünk, hiszen mikor ide költöztünk, mi azt hittük, hogy mert tudunk földet szerezni, amit tudunk gazdálkodni. Sajnos ez nem így lett, hiába vagyunk itt 5 éve, nem tudunk egy darab földet venni, ezen a másfél hektáron beszorultunk egy kicsit a sarokba. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy inkább, ha otthon van és tűrhető a földje, és nem homoksivatagban lakik, inkább ezeket a technikákat próbálja alkalmazni, építsen. Ha lehet vályogból, használja a lovas szerszámokat, a forgatás nélküli művelést, a takaró növényeket, és próbálja odaadaptálni a saját területére, hiszen mindenki nem menekülhet az ország másik részében, mert nem lesz annyi hely, hogy ezt mindenki el tudja követni.